Ahoj. 120 rokov oslavujeme a podľa dostupných informácií sme najstaršou základnou školou v okrese Komárno. 120. évfordulónkat ünnepeljük, és tudomásunk szerint mi vagyunk a komáromi járás legrégibb alapiskolája. Elmondhatjuk, hogy az intézmény már számos történelmi korszakot megélt, az osztrák-magyar monarchiától máig, és ez alatt nagyon sok nemzedék váltotta itt egymást. Sok munka volt ez mögött, mert amikor a szükséges anyagokat, dokumentumokat igyekeztünk beszerezni, rájöttünk, hogy a komáromi archívumban kevés az alapiskolával kapcsolatos dolog, de ugyanezt mondhatom el a nyitrai levéltárról is. Hangyaszorgalommal kerestük a pincékben és régi szekrényekben a különféle korabeli fényképeket, kértük a polgárokat, egykori diákokat és tanárembereket, hozzák vagy küldjék el a beszkenelt fotókat, és sok-sok élményt összegyűjtöttünk. Ebből az alkalomból egy oldal is létesült a szociális háló, melynek egyre több látogatója, barátja van. Sok egykori diákot érdekelt, vannak-e fotóink az iskoláról, s mivel a Facebook a leglátogatottabb közösségi oldal, úgy döntöttünk, archívumot létesítünk ott. A rendelkezésünkre álló fényképeket tettük fel, és hamarosan jelentkeztek azok a volt diákok és pedagógusok, akiknek köszönhetjük a felvételeket. Jelenleg csaknem 500 fotónk van a világhálón, és ezeknek köszönhetően külföldön lévők jelentkeznek rendszeresen, például egy hölgy Angliából, egy úr pedig Németországból. Találkoznak itt mindazok, akik évek óta nem látták egymást. De vannak ott időszerű fotók is arról, hogy mi történik az iskolában. Okrem tých archívnych fotiek, samozrejme sú tam vždy aktuálne fotky o tom, čo sa v škole práve deje. A kerek évforduló alkalmából megtartott ünnepi rendezvény kicsúcsosodása egy ünnepélyes akadémia volt, de számos más rendezvénnyel is emlékeztek. Myslím si, že môžeme byť česti spokojní. V spolupráci vlastne s mestom. Azt hiszem, valamennyien elégedetek lehetünk. A várossal együttműködésben megrendezett ünnepségre eljött Dusan Csaplovics, oktatási miniszter is, és díjaztuk azokat is, akik sokat tettek iskoláink jó hírnevéért az elmúlt években. Örülünk, hogy eljöttek közénk a régi pedagógusok is. Az volt az elképzelésünk, hogy az ünnepség hosszabb ideig tartson, számos kísérő rendezvényünk is volt. A regionális művelődési központtal együtt például alkotó műhelyt hoztunk létre. Zrealizovať veľmi pekné tvorivé dielne v spolupráci s regionálnym osvetovým strediskom a sportrendezvényeket is rendeztünk, a már hagyományos nemzetközi röplabda tornát. Újdonság volt az absolvenseink floorball tornája is, melyen 5 évfolyam egykori diákjai mérkőztek meg egymással. A Határőr utcai iskolát 1893. szeptemberében alapították, azelőtt a gyermekek az egyes egyházak lelkészi hivatalaiban tanultak, a közös iskolaépület addig valójában újdonságnak számított. A város 145 ezer akkori koronáért építette az épületet, amely a háború alatt kórházként működött. 1946-ban ismét diákok ültek be az iskolapadba, egészen pontosan 46-an. A lány és fiú iskola idővel fokozatosan egyesült, és az 50-es években 11 osztályos iskolaként működött az intézmény. 1964-ben a Határőr utcai alapiskola első igazgatója Anton Pecsár lett. Az intézmény a rossz jóslatok és a vészjósló hangok ellenére a mai napig működik. Úgy érzem, hogy az utóbbi években már nem hallatszódnak ezek a hangok, legalábbis nem észleljük ezeket. Február 5-én délutára meghívjuk az érdeklődőket a nyílt napra, hiszen a szülők többsége dolgozó ember. A tanulókkal programot készítünk elő számukra, hogy megismerkedhessenek tanárainkkal, tanulóinkkal, akik diáktársaik lesznek az újaknak. Vagyis hogy beleszagoljanak az itteni levegőbe. Hívjuk tehát a jövendő elsősöket, szülőket, nagymamákat, nagypapákat, tehát mindazokat, akik érdeklődnek iskolánk iránt, jöjjenek el február 5-én, szerdán, 15 órakor iskolánkba. K nám do školy.